2019-ben is tartalmas évet zárt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. Ez az ország egyik legnagyobb egészségügyi komplexuma, több fejlesztés és eszközbeszerzés is megvalósult idén a telephelyeken. Köszöntöm a stúdióban dr. Adorján Gusztáv főigazgatót, jó estét kívánok, és mielőtt az idei eredményekről beszélnénk, említsük meg, hogy fontos évfordulót ünnepelt a kórház ebben az évben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház és egyetemi oktatókórház legnagyobb egysége, ugye zászlóshajó, úgy szoktuk hívni. Itt a József András kórház ebbe az esztendőben 2019 volt 120 éves, és ezt az teljes évet ennek a jubileumi évnek a tiszteletére, minden kongresszus, minden konferenciát ennek a tiszteletére terveztük, és hát végeztük is. Főhajtást a elődöknek. A legutóbbi záró rendezvény épp az elmúlt héten volt, amikor előző főigazgatók fölkerültek arra bizonyos éremfalra, ahol ott a helyük, hisz ha az ember a múltjával, történelmével tisztában vannak egy intézmények, akkor úgy tudunk tervezni a jövőt illetően, hisz nagyon érdekes volt, álmokat mondtak elődeim, és mi pedig hát megvalósítottuk. Nekünk is lesznek álmaink. Csak néhány gondolat, hogy honnan, hová. 120 évvel ezelőtt mekkora feladatot látott el egy mekkora kórház? Hát ugye 120 évvel ezelőtt az Erzsébet közkórház egy kis intézmény volt, és hát mára gyakorlatilag ez alatt a 120 év alatt a ország egyik legnagyobb integrált intézményének lett a vezérhajója. Nagyon érdekes volt egyébként az esztendőben, hisz 100 éves volt a orvosi könyvtárunk. Annak a történelmét is, amikor Kállai Rudolf főorvos nevét itt vette fel a könyvtár, és hát az ő életpályáját is megismerve nagyon sok érdekes dologgal találkoztunk. Tehát amikor az ember készült erre a dologra, akkor nekem is nagyon sok hasznos információ jutott el a anyagomba. Nem beszélve arról, például 100 éves a laborunk. Nagyon kevés hely volt még annak idején 100 évvel ezelőtt, hogy egy városi kórházba laboratóriumot hoztak létre. Itt Nyíregyházán ez is megvolt. Én azt gondolom, hogy az a fajta bátor innováció, amit József András nevéhez fűzhető, hisz ő egy fantasztikus ember volt. József András létrehozott, azt a mai utódok is, én azt gondolom, szakmán belül igyekeznek ezt tovább építeni. Volt kikre és volt mire alapozni. Így van, így van. Mit jelent számokban az, hogy az ország egyik legnagyobb intézménye? Hát ugye, ahogy említette is szerkesztő asszony, hogy nagyon mozgalmas év után vagyunk, de szinte majdnem minden évünk mozgalmas, hisz az országban 5000 főt dolgoztató nagy intézmény vagyunk, tehát az SSBMK, most így fogom már rövidítve mondani, maga 3000 ágyával, a maga 110-115 ezer fekvőbeteg évi betegforgalmával, a maga 3 millió 100-3 millió 200 ezer járóbeteg megjelenésével országosan. Csak egy érdekes számot mondok, itt csak a nyíregyházi telephelyünkön naponta durván 8200-8300 beteg megjelenés történik naponta. Tehát ez egy hatalmas logisztika. Ekkora mennyiségnél hogyan lehet a minőségre odafigyelni? Hát úgy lehet, hogy azért maga az a háttérszolgáltatást, amit mi tulajdonképpen egységesítettünk, ez biztosítja azt a fajta szakmai munkát, amit a különböző önálló osztályok végeznek, és az osztályokon belül is az SSBMK-ra vonatkoztatva egyik szakterületnek, tehát mondjuk akár a sebészeti vonatkozásban, belgyógyászati vonatkozásban, szülészet-nőgyőszi vonatkozásában úgynevezett szakcsoport vezető főorvosi rendszert alakítottunk ki a megfelelő orvosigazgatáson belül, és ezek a szintek biztosítják azt, hogy a megfelelő szintű ellátóhelyeken az a fajta szintű ellátás történjen, amit ott profi módon meg tudnak csinálni. Tehát senki ne vállaljon be olyat, amit nem tud, de hogy mondjam, azt a munkát, amit viszont el tud végezni, azt viszont tisztességesen végezze meg. Nem beszélve arról, hogy ez az integrációnak az egyik nagy előnye a személyes ismerettség. Tudjuk egymásról, ki mit tud, milyen szinten, és ez egy segítséget jelent
kisegítjük őket, de mi, ők is kisegítenek bennünket, tehát már a kisebb telephelyeink vonatkozásában is. Nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztések vannak a kórház mögött. Nyilván ilyen mennyiségű betegellátáshoz szükséges is. Hát igen, ugye a 2015-16-os esztendő volt az, ami a kórház történeti pillanat volt, hisz egy olyan nagy beruházás fejeződött be, mint a tömkórház, aminek aztán más egyéb vonzatai, szakmai vonzatai is vannak, hisz az elmúlt esztendőben éppen ezért kellett, jutottunk el arra az elhatározásra, hogy a fejlesztéseinket most már egy fejlesztési igazgatás bonyolítja, hisz az elmúlt években 70 darab pályázatot, projektet bonyolított le ez az osztály, több mint 30 milliárd forint értékben. Jelenleg ebbe az évbe 5,4 milliárd forintos beruházási csomagot kezelnek, amelyek ebbe az esztendőbe és a következő esztendőre is átnyúlva vannak, amelyeket befejeztünk, amelyek most vannak folyamatban, illetve elbírálás alatt lévő pályázataink, ami ezt a fajta szakmai munkát biztosítják. Ebben az évben mi volt a legnagyobb előrelépés ebben a tekintetben? Hát ugye a megvalósult fejlesztéseink, amit látható és érzékelhető volt, most kicsit a területről közeledek a nyíregyházi telephelyünkhöz. Ugye Fehérgyarmaton ott voltak ezek a szolgálati lakások, azoknak a vagyis rendbehozatala megtörtént. Megtörtént a nővérszállónknak a rendbehozatala. Ugye a tavalyi esztendő vonatkozásában a parkolóháznak a befejezése, még az a tömkórház vonatkozásában. Aztán nagyon sok olyan fejlesztésünk volt, járóbeteg szakellátóknak a fejlesztése. Most van folyamatban a Bocskai úti STK-nak a bejáratának a rendbehozatala. Nagyon régi adósság ez tulajdonképpen, hogy mozgáskorlátozott feljáró is legyen egy egészségügyi intézménybe. Én nagyon régóta tervezem ezt, mióta itt benne vagyok ebbe a csapatba, hogy ezt meg kellene csinálnunk. Hála Istennek most lett lehetőségünk. Ugye a mi fenntartunk az Állami Egészségügyi Ellátóközpont, ő is pályázik különböző eszközökre, tehát itt ápolási eszközökre gondolok, laboreszközökre gondolok, patológiai eszközökre gondolok, az ágy melletti ellátó, tehát nagyon egyszerű kézmosóknak a kérdése. Ebben a mi intézményünkben csak kórteremből 980 van. Tehát, hogyha minden kórterembe egy kézmosót be kell tenni, az is egy óriási számot jelent. Tehát éppen ezért minden pályázati forrást igyekszünk kihasználni, amit lehetséges. Hogyan áll humán erőforrással a kórház? Nagyon sokat lehet hallani arról, hogy kevés az ápoló személyzet, kevés igen, az orvos. Igen, igen. Hát ugye azt tudni kell, hogy amit említettem is, hogy 5000 dolgozó, ebbe orvosok, ápolók, háttérszolgáltatók vesznek részt a telepeinken vonatkozásában. Én most az egész SSBMK-ra tudok számokat mondani. Nálunk az orvosok és az ápolóknak a fluktuációja, ez egy olyan, most már 5. éve, ezt mindig monitorozzuk és mindig figyeljük, és ennek megfelelően hozunk intézkedéseket is, ami szükségeltetik, olyan 6-7%-os fluktuáció. Ez nem egy olyan ördöngős. Más intézményekhez képest egy jelentős. Sokan szokták, hogy csináljuk, hogy ez egy jó kórház, én szoktam mondani, elfogult vagyok, de hát nem hiba lenne, nem lennék elfogult. Tehát a dolgozóinknak a mind az ápolás, mind az orvosok vonatkozásában van egyfajta jó érzésük. Azt is büszkén tudom elmondani, hogy jelenleg 150 rezidensünk van. Tehát ez különböző szakterületre kell szétosztva. Ez is egy nagyon komoly. Az oktatókórháznak, és az, hogy a fiatalok kedvelnek itt ön, és értelmes munkát adnak. Azt kell tudni a fiatalok, hogy minden esztendőben fél évenként a rezidensekkel a menedzsment közvetlen beszélgetése. Tehát a témákat földobunk, és kérdőívet írtunk, miért jöttek ide, miért maradnak ott, ajánlanák-e azt az intézményt, és nagyon jó eredményeket kaptunk. Ami megint örvendetes a humán erő kérdésben, hogy fiatalodik a csapat. Tehát mind a orvosok, mind a nővérek vonatkozásában fiatalodunk. Ez egy biztatás jelent. A korfánk az orvosoknál az egy egészségesnek mondható ilyen homokóra alakú. Az ápoló személyzetnél viszont már van egyfajta rombusz eltolódás. Ez azt jelenti, hogy olyan 7-8 év múlva ápoló hiányra számíthatunk. Azonban van egy humán erőfejlesztési koncepciónk, nevezetesen, hogy olyan, és ez megint csak a pályázatokra visszautalok,
olyan képzéseket indítunk, ahol hiány szakmákba tudjuk pótolni. Tehát most itt gondolok műtősnő, anesteziológus, asszisztensnő, beteghordó, gyerekápoló, tehát azok a radiológia asszisztens, azok a szakterületek, amelyek hogy mondjam, tényleg kuriózum és különlegességek, ezekbe próbálunk képezni embereket, és ezt későbbiek folyamán ösztöndi rendszer, akkor itt is tartjuk őket addig, ameddig ez a képzési időszak tartozik. A másik itt tartási lehetőség, ugye az, hogy szállás lehetőséget biztosítunk. Fejlesztési program már az el is dőlt, ugye én szeretném a 20-ban már alapkőletétel megtörténés elkezdenek építeni, és 118 férőhelyes nővérszállót szándékozunk építeni a régi fertőző osztályunk helyén. Akkor jövőre is lesz miről beszélni. Lesz miről beszélni. És még a gazdasági részéről nem is tudtunk. Igen. Szerintem lesz erre egy következő alkalom. Főigazgató, nagyon szépen köszönjük, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm én is, bármikor köszönöm.